Szlovákia történetének legbizonytalanabb kimenetelű parlamenti választása zajlik. A szlovák pártrendszer fragmentáltságát jelzi egyrészt, hogy a választópolgárok 24 politikai pártra, mozgalomra és képviselőjelöltjeire voksolhatnak. Másrészt az, hogy a legerősebb párt mért támogatottsága sem éri el a 20%-ot. A szlovák belpolitikai káoszt és a társadalom politikusokkal szembeni bizalomvesztését a korrupciós botrányok, valamint a Kuciak gyilkosság alapozta meg. Ez a pozsonyi nő úgy érzi, hazája már nem egy biztonságos ország. A politikusok gyűlöletet keltenek, indulatokat gerjesztenek, személyes önző anyagi érdekből. A hatalom csupán eszköz számukra a meggazdagodáshoz. A népet, az embereket pedig figyelmen kívül hagyják. Egy másik azt vallja, fontos, hogy kinyíljon az emberek szeme, megváltozon a gondolkodásmódja. Fontos, hogy helyre billenjen az államba vetett bizalom, hogy az igazságügyi rendszer megfelelően láthassa el a feladatát. A korrupció mindent átsző az országban, állítja ez a szlovák férfi. A hatalomban ülők gonosz emberek. Az igazság szolgáltatás súlytalan, változtatnunk kell ezen. Egy jobb jövő irányába kell kibillentenünk, mozdítanunk Szlovákiát. Mindenki változást vár, és kampányában mindenki változást is ígért, legyen akár ellenzéki, akár kormánypárti mozgalom vagy jelölt. A pozsonyi Paraméter újságírója Lajos János is megerősíti ezt. Tény, igazából itt az igazságszolgáltatás és a Kuciak gyilkosság miatt felmerült egyéb problémák, a korrupció, ellenesség. Ezek voltak a választásoknak a fő témái, és hát az új koalíciónak, vagy az új kormánynak ezt kell majd oldania, hogy tudja például a korrupciót visszaszorítani. A helyszínről Pozsonyból tudósító kollégánk Magyar Attila pedig azt tapasztalja. A szlovák politika még soha nem volt annyira megosztott, mint most a populisták és a liberálisok között. A választók arról döntenek ma, hogy milyen országban szeretnének élni. Egy Európai Unió pártiban, vagy egy olyan illiberális államban, mint amilyen a két szomszédos országban, Lengyelországban és Magyarországon épül. Magyar Attila, Euronews, Pozsony.